valaki gyerekekkel foglalkozik, mint pedagógus, vagy szülő, vagy nevelő, vagy akárhogy, az megmarad az örök életre. Tehát az utolsó ítélete se a lakásunk, vagy bankszámlánk, még a diplománk se jön szembe velünk, de ezek a gyerekek szembe jönnek. A napokban egy erdélyi körút keretében mutatják be a Fényből és Sárból című könyvet, ami Böjte Csaba életéről szól. Így mai vendégünk egy kávéra nem más, mint a ferences szerzetes. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Örömmel, én is köszöntöm a kedves nézőket, és örvendek, hogy veled beszélhetek, kávézhatok. És különös az, hogy a könyvbemutató mellett egyébként ön kerek évfordulókat is ünnepel. 65 éves, 30 éve működteti a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, és a leírtakból tudjuk, hogy valamikor 10 saját gyereket szeretett volna, ami mostanra 6000-re nőtt. Mi volt ennyi évtized alatt a mozgatórugó? Hát mindig azt szoktam mondogatni, hogy nem én kezdtem. Tehát, hogy így alakult az élet. Tehát, hogy Dél-Erdélybe neveztek ki. Ugye egy államcsőd után nagyon sok utcagyerek volt, koldultak, és a mise végén mondta, hogy Isten nevével járjatok békével, de templom előtt ott koldultak a gyerekek. És akkor hát előre csak egy teára hívtam meg, meg egy süteményre őket, aztán ebéd lett belőle. Aztán végül nem is akartak hazamenni. Akkor szerveztünk egy tábort nekik, és a tábor végén, na mondta, mindenki járjon békével, egy kislány elkezdett sírni, hogy mi nem csinálunk egy éves tábort, na hát most már 31. éve táborozunk. A címválasztás egyébként sokat sejtető, mert a Fényből és Sárból egy picit jelképezi azt is, hogy van, ami nagyon emberi, meg van benne egy pici ember feletti is, és a sorokból az is kiderül, hogy azért Böjte Csaba, akit sokan korunk szentjeként emlegetnek, azért mégiscsak elsősorban ember. És ezt azért hozom fel, mert sokan hajlamosak összemosni a Dévai Szent Ferenc Alapítványt az ön személyével, holott azért önnek volt az alapítvány előtt is egy kalandos élete. Hogyan emlékszik vissza azokra az évtizedekre? Szerettem én a természetet, rengeteget kirándultunk, hokiztunk, síztünk, sziklát másztunk. Persze rengeteg bezei munka is volt nagyszüleimnek a gazdaságánál, tehát hogy én azt a kommunizmus sötét, vagy mit tudom, emberpróbáló kegyetlenségét valahogy annak ellenére apámot bezárták, meg minden volt, úgy nem értem meg. Hogy gondolja, az amúgy befolyással volt arra, hogy aztán végül is a nehéz sorsú gyerekek mellett kötött ki, hogy mégiscsak meg kellett tapasztalni a félárva életet, mert hogy az akkori kegyetlen rendszer elvette ön mellől az édesapját? Igazából azt gondolom, akkor is, ma is minden fiatal előtt három út áll nyitva. Tehát az egyik az, hogy minden rendben van, hát gond egy szál sincs, csak rosszabb ne legyen. Aztán az ember bedugja a fejét a homokba, vagy mit tudom, egy kis elefántcsont toronyba beül, és éli a maga életét. Hát akkor is, ma is nagyon sokan így éltek. Aztán akkor is, ma is vannak olyanok, akik lázadnak, hogy nem jó, nem szép, hogy nem... És akkor ezek közül sokan csomagot csinálnak, és az őt határon keresztül elindulnak a nagyvilágba. Tehát, hogy őszinte legyek, én nagyon szerettem, ma is szeretem Székelyföldet, Kolozsváron születtem, de Csíkszeredában nőttem fel. Én semmi pénzért nem mennék el a szülőföldemről. De éreztem, hogy azért sok minden nem úgy van, ahogy kell. És akkor mit lehet csinálni? Hát fogjunk össze, és tegyük jobbá, szebbé ezt a világot. Verseket írtam én is, meg minden, de úgy valahogy úgy éreztem, hogy nem az igazi. És akkor arra gondoltam, hogy hát a Jóistennek fáj, hogyha valami nem úgy van, hogy kell. Hát akkor így döntöttem végül úgy, hogy teológiára meg, szerzetes leszek, és megpróbálok valamit jobbá tenni. Akkor még nem volt bennem az, hogy pont gyerekekkel, de úgy déván hamar kiderült, hogy a legkisebbek, a legelesettebbek, a legkiszolgáltatottabbak, hát a gyermekek. És én, mint kisebb testvére, a legkisebbek, kisebb testvére próbáltam lenni. Gondolom, eleinte együtt tanultak, közösen fejlődtek, mert mégiscsak önnek ugye nem volt pedagógiai végzettsége,
szociális munkások gondolom abban az időben nem jelentkeztek szép számmal, de hogy akkor ott az elején hogyan indultak? Hát mondjuk minden pap tanul pedagógiát is, tehát hogy azért volt alapképzettségem, és hát most, ha valaki nyúvadozik a vízbe, és te sétálsz a folyó partján, most hogy mondjam, ha empátia van benned, és ő kiabál, és te utána próbálsz menni, hát akkor valahogy csak megtalálod a módját, hogy kihúzd a partra. Tehát igazából, tehát hogy tényleg nem az előjáróim mondták, hogy csináljam ezt, nem is az állam, hanem egyszerűen, mondjuk úgy most is, 2024-ben, legalábbis 23-ban tavaly, 27% a gyerekeknek nem járt iskolába, abandonskolár. Tehát akkoriban ez a szám nagyobb volt, látványosabb volt. Na és hát az én úgy gondoltam, hogy nem jó a gyereknek az utcán élni. És mondom, tehát előre egy nyári programnak terveztük, aztán később lett az, hogy gyerek otthon lett belőle. És ezeknek a gyerekeknek elsősorban mire volt szükségük? Mert azt azért tudjuk, hogy nagyon elrettentő körülmények közül érkeztek oda a legtöbben. Hát úgy van, hogy ma is vannak nagyon szegény családok, tehát úgy, hogy szokott ez történni, tehát hogy valahogy vagy az apuka nincs is, vagy meghalt, vagy az elszétsodródott a család, vagy inkább mondok egy konkrét történetet, hogy Temesvárról hoztak egy gyereket. Na jó van, Arturka, nagyon aranyos, kedves, minden. Elkezdődött a tanév, és hoz nekem egy almát. Jaj, milyen aranyos vagy, ajándék, papbácsi, kifli, nagy szeretem, nem tudom én honnan, edd meg te, nem ezt, nekem hozta meg minden, és egyszer hoz egy zsebszámológépet. Hát mondom, ez honnan van? Hát mondja, a piacon lopta. Hűha, na mondom, gyere, üljünk le, beszéljük meg ezt, hogy is van. És akkor kiderült, hogy ő Temesváron egy ilyen hőcsatornában lakott, és ugye télen hideg van, oda lemennek, és ott menne a tömbházakhoz a távfűtés, és akkor ott meleg van. Na de ott van mindig egy nagy fiú, aki csak akkor engedi őt be oda, hogyha valami szajrét ad neki is, nem? Na és akkor nagyon-nagyon hamar kiderült, hogy hát én vagyok a kolostornál a góré, tehát akkor ezért hozott nekem minden nap a, hát innen-onnan összelopkodott dolgokból valamit, hogy hát jó melegbe legyen. Na, aztán akkor elmondtam, na fiú, nézzek, 10-est, jó jegyet, amennyi belefér, annyit hozhatsz meg. Mindenféle jó cselekedetet, de egyebet ne lopjál a piacra meg mindent. Tehát, hogy így kerülnek hozzánk a gyerekek. De hogyha úgy nincs odahaza a család melege, ennivaló, akkor gyerek barátokkal ide-oda elcsatangol. Ha nincs megszervez az, hogy ő iskolába járjon, hál' Istennek a román áram valamennyit, támogatást minden családnak tud adni. És hogyha valaki bajban van, akkor a helyi hatósághoz is, ha elmegy, tanácsot kér, vagy mit tudom, kalácsot is kap. Igen. De ennek ellenére, tehát amikor egy nő egyedül marad 3, 4, 5, 6 gyerekkel, akkor biztos, hogy nagyon nehéz megoldani a szociális kérdéseket. Hát mostanában inkább ilyen egész családok, széthullott családokat szoktunk befogadni. Volt úgy is, hogy egy anya 6 vagy 7 gyerekkel jött, volt, aki csak 2-vel, és akkor próbáljuk hát ezt a csonka családot segíteni, hogy talpra álljon, és hogy hát helyre kerüljön. Örülök is, hogy említi az állami támogatásokat, mert hogy azt a könyvben is leírja, hogy azért az alapítvány nem sokat kap az államtól, tehát hogy nem fedezi az összes kiadásukat, ezért nagyon gyakran elindulnak összekalapozni, összeimádkozni a szükséges összeget. Hogyan működik egyébként az alapítvány? Egy kívülálló hogyan képzelje el ezt a rendszert? Hát úgy van, hogy benzinkútakat, meg csomó mindent privatizáltak. Valahogy a gyerekvédelem az még mindig ilyen, hogy mondjam, na, állami keretek között folyik. Hál' Istennek azért ennek ellenére, tehát hogy a magángyerekvédelmet is elismerik, tehát most jelenleg olyan 670 gyerekünk van, ezek állami gondozott gyerekek, tehát a román állam valamennyit ad. Persze
különbség van most is, tehát egy állami intézet és egy magánintézet között, tehát anyagi támogatásban. De ennek ellenére most már közel fele a fenntartási költségeknek az a hivatalos állami keretből jön, és hát van, ahol nagyobb százalék, van, ahol kisebb, tehát mindenütt pályázni kell, hát létért küzdeni kell. És a Dévai Szent Ferenc Alapítvány mennyire fér bele a gyermekvédelmi rendszer keretei közé? Mert azt tudjuk, hogy eleinte, amikor elindultak, még törvényen kívül működtek, mert hogy már akkor is nehézségek voltak, de manapság meg gondolom ugyanúgy nehéz alkalmazkodni a jelenlegi elvárásokhoz. Most ugye a román államnak, ugye akárcsak a nyugaton is az a cél, hogy nevelő szülőkhez helyezzek ki a gyerekeket. Úgyhogy én itt most mindenkit biztatom, aki néz bennünket, hogy hát ugye nyugodtan jelentkezhet, és egy-két-három gyereket akár az államtól kvázi kivehet, nem kell örökbe fogadja, hanem neveli. Ezért valami juttatást ad az állam. Na mostan. Ugyanez van nagyjából nálunk is, tehát ilyen szociális családoknál vannak. Mi adjuk az épületet, és alkalmazzuk a kollégákat, és ugye az állam hát egy bizonyos fejkótát ad minden gyerek után. Tehát elbe bárki Romániába jelentkezhet, hogy nevelőszülő akar lenni. És akkor igenis, tehát vannak gyerekek, akiket haza lehet vinni, és persze, nevelni lehet, szeretettel, türelemmel. És mekkora felelősség Európa legnagyobb gyermekotthonának lenni? Igen, hát ez sokáig ezért nagyon mosták a fejünket, hogy tényleg, hát, hogy na. De Románia sok mindenben leg. Tehát, hogy mondjam, tehát nem mindig a jó dolgokban, de tényleg volt olyan is, hogy 3500 gyerekünk volt. 80 valamennyi intézménybe, tehát most már nálunk is hézagosabb, tehát most úgy van, hogy egy gyerek otthonban maximum 12 gyerek lehet, tehát ezért sok minden változott, hál' Istennek. Persze egyik szemem sír, a másik kacag, mert úgy tűnik nekem, hogy ma már meg se születnek azok a gyerekek, akik a 90-es években gyerek otthonba kerültek. Tehát, hogy most már kimegy egy nyomornegyedbe az ember, azt látja, hogy egy-két, maximum három gyerek van. Tehát akkor ott a Zsírvölgyében, vagy Vajdahunyadon a kombinált környékén 6-8-16 fős gyerekes család is nem volt ritka. Tehát, hogy most ugye hát nálunk is megjelent az abortusz, családtervezés, nagyon sok fiatal elment, tehát ezt statisztikák ezek mutatják, hogy a kommunizmus végén közel 400 ezer gyerek született. Én úgy tudom, tavaly talán 150 ezer alatt volt ez a szám. Azok, akik nem kerülnek nevelőszülőkhöz, és maradnak az otthonban, ő melléjük is kell egy felnőtt, aki a gondjukat viseli. Hogyan válogatják melléjük a nevelőket? Lasszóval. Hát mindenkit, ez megint a reklám helye, tehát aki kedve van, vagy szeretne, én nagy szeretettel mindig alkalmazunk nevelőket. Tehát az a világ legjobb munkahelye szerintem, tehát hogy ugye bármit csinál az ember, hát azt a rozsda megeszi, azt múj szétrágja, elveszik. De ha valaki gyerekekkel foglalkozik, mint pedagógus, vagy szülő, vagy nevelő, vagy akárhogy, az megmarad az örök életre. Tehát az utolsó ítélete se a diplománk, se a mit tudom, lakásunk, vagy bankszámlánk, még a diplománk se jön szembe velünk, de ezek a gyerekek szembe jönnek. Hatalmas felelősség tényleg, főként azért, mert ahogy említi, ezt visszük magunkkal, azt, hogy hogyan viszonyulunk egy kisgyerekhez, és amellett, hogy önök biztosítják az alapvető szükségleteiket, fontos az is, hogy megfelelően neveljék, tanítsák, integrálják őket, ugye ezek a nagy szavak, szeressék feltétel nélkül őket, és gondolom nem mindig sikerül jól választani nevelőket melléjük, ami talán a gyermekvédelmi rendszereinknek egy közös hibája. És ugye itt voltak az utóbbi évek történései, érdekelne, hogy milyen következtetéseket vont le, mondjuk ki a pedofil botrányok után. Mondjuk egy eset volt,
amit én magam jelentettem fel, mikor úgy kiderült, hogy mi van. Hát én úgy gondolom, a román hatóság, most minden elismerésem az ügyészségé, meg a bíróságért, tényleg mind a sebész, aki a rákos daganatot meglátja, és azt szépen kiveszi onnan. Tehát én úgy gondolom, hogy ez megtörtént, aminek meg kellett történnie. Én azt gondolom, hogy túl vagyunk ezen, biztos, hogy sokkal jobban oda kell figyeljünk mindenre és mindenkire, gyerekekre is, kollégákra is. Tény az, hogy ugye Romániában ahhoz, hogy valaki gyereket tudjon nevelni, a hatóságtól ehhez engedélye kell legyen. Tehát úgy van, hogy nem csak tüdőszűrés, meg vér, hanem pszichológiai alkalmassági tesztje is van. Hát ennek az embernek is, hát 10 év alatt 20 ilyen pecséte volt, mert fél évente, hogy apt pentru educarea minorului, tehát alkalmas a kiskorú nevelésére. Mostan én azt gondolom, hogy adja az Isten, hogy a gyerekek szépen talpra álltak, gond, én úgy érzem, hogy ezen a téren nincsen, és az ember bizalommal néz előre. Sajnálatos, hogy kellett egy ilyen szörnyű eset ahhoz, hogy felnyíljanak a szemek. Hogyan próbálják megelőzni, hogy a jövőben ne történjen hasonló szörnyűség? Hát én azt gondolom, hogy mindenki a maga életében szeretne 10-0-ra győzni. És meg is teszünk mindent, hogy tényleg a csapat jó legyen, alkalmas legyen. Hát rengeteg szakember van, hál' Istennek, most már Romániában is, tehát gyerekvédelem területén is, tehát biztos, hogy hát annyi ellenőrzés van, de nem csak nálunk, hanem hát mindenfelé, tehát lehet a televízióban is látni, hogy én úgy gondolom, hogy biztonságosak ezek az intézmények, és én bármikor, bárkit nagy szeretettel szívesen látok, és örülök, hogyha meglátogatnak. Hát végül is az a lényeges, hogy ez a 6000 gyerek, aki bekerült hozzánk, hát én tudtommal mind adófizető állampolgárok, tehát megállják a helyüket, nagyon sokan családot alapítottak, gyereket vállaltak, az sokat elmond, hogy a 1000 unokából körülbelül 2-t nevelek én, a többit az édesapa, az édesanyja szépen neveli, tehát megállják a helyüket. Tehát, hogy én Déván direkt egy 4 lakrészes tömbházat vásároltam azért, hogy hát ilyen fecskefészek legyen, hogyha hát kirepül, de mégsem boldogul, vagy nem úgy alakul az élete, akkor legyen egy ilyen otthon nekik. És hát én is csodálkozok, hogy igazából egyetlen egy lakásban van lakó, másik 3 üres. De úgy tűnik, hogy mindenkinek megvan a maga élete. Hát én úgy látom, hogy a gyerekotthonunkból kikerült gyerekek megállják a helyüket, és szépen, eredményesen élik az életüket. De gondolom azért alapjaiban megrengett egy picit az alapítvány működése, vagy nehéz visszaépíteni a gyermek-gyermek közti bizalmat, a gyermeknevelő közti bizalmat. Mégis meglepő és megindító, hogy ön a könyvében továbbra is azt vallja, hogy talán a mai társadalom keresztényebb, mint az eddigiek, és hogy nagyon magasan van az irgalomindex. Hát bármilyen mutatót, ha reálisan megnézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy tényleg egy jobb világban élünk, mert mit tudom, közbiztonság. Hát én úgy jöttem ide Kolozsvárra, se a zsebembe, se az autóba, semmiféle fegyver nincsen. Tehát miért? Ez közbiztonság nagyot nőtt. Vagy hogy mondjam, emlékszem, hogy még az 50-es években innen Kolozsvárról apámot egy fekete duba néhány vers miatt elvitte, és kapott ezért 7 évet. Mert hát olyan verseket írt, hogy hideg van, és a farkasok üvöltenek, de ki kell tartani, mert jön a tavasz. Tehát most milyen jó, hogy az én gyerekeim akármit mondanak, SMS-nek, nem jön a fekete duba, és nem viszel senkit. Tehát, hogy ez óriási dolog. Vagy ugye én tudom azt, hogy hát szegény édesanyám egyedül küzdött 2 gyerekkel, és jóformán hát semmit nem kapott,
pedig apám meghalt, meg minden. Ma meg hány intézmény van, aki egy bajba lévő családnak a hónya alá nyúl? Tehát én azt hiszem, ez mind a szeretet parancsából nőtt ki. És én szoktam mondogatni a gyerekeknek is, hogy 112, Kongóba, Kenyába, sokfelé voltam, ott nincs ilyen telefonszám, hiába hívod, nem jön se a rendőr, se a tűzoltó, se a mentő, senki. Tehát ez nálunk, ez mind a krisztusi szeretet parancsából nőtt ki, úgyhogy én úgy gondolom, a 2000 év nem telt el hiába, és én remélem, hogy ezen az úton tovább fogunk tudni menni. Köszönöm szépen Böjte Csabának, ennyi fért bele egy kávéba.